Az írnok az nem többes szám alapból? De mi az egyes száma? Írn vagy írnó? Írn. És mit csinál az írn? Egy kicsit kikapcsoltam, visszajutottam a múltba, meg az elé. Melyik témát nem érintettük még? Konyha, háztartás. Figyelj, ilyen nagy háztartási gépeitek, de legalább kis háztartási gépek nincsenek ugyanott elfekvőben a pincében? A ti pincétekben, ami nincs, az nem létezik szerintem. Gépek azok most nincsenek. Húsdarálóra gondolsz például? Azt lehet kapni, csak nagyon drága. Tudod, mi az, ami régen volt, és ma újra kapható, csak a normál prémiumból egyszer lecsúszott a skála aljára, és most újra prémium? És háztartási eszköz, és sose jutna eszedbe? Zománcozott fazék. Acélfazék, bizony. Volt egy korszak, amikor ugye kiveszett, és az indukciós főzőlapok visszatérésével, mivel retro, és ugye acél, vagy vas, ezért nagyon jól használható, és a dupla fenekű nagyon-nagyon nehéz... Mik ezek? Gázra kitalált. Igen, gázra kitalált, meg aztán az indukcióshoz csináltak vaslapot így az aljára a fazekaknak. Az inoxok, krómok, ezek helyett visszajött a kis piros, meg a két bonyhádiak, szománcozottak, igen, és ilyen, de tényleg pokoli, ilyen 8-10 ezer forintos darabáról lehet őket kapni, ha. És ami a kedvencem, hogy visszajött ugyanezekkel együtt a zsíros bödön. Azt épp a minap láttam a broadban. Így van, mire? Lehet kapni. Hát gondolom zsírt tartani, mondják, mire. Ja igen, mostanában megint kimutatták, hogy annyira mégsem jó ötlet az olaj, és használj inkább zsírt. Ez ilyen korszak dolog szerintem. Mindig várom, hogy jön a következő. Most egészségtelen a xilit. Most az eritrit. A cukor a tuti. Jaj, nem a cukor, az halálos, inkább egyél stíviát. Az is halálos, egyél inkább eritritet, és így megyünk körbe. És ugyanezt csinálja a margarin, vaj, zsír trió is, hogy így forognak körbe ott ilyen 5-10 éves ciklusokban, ahogy most éppen melyik egészségtelen. Na mindegy, csak hogy lehet kapni újra zsíros bödönt. A zsíros bödönnek van egy olyan különleges tulajdonsága, ami miatt én azért nem vennék, mert azt nem tudok produkálni méghozzá, az, hogy ezt a fajta eszközt kifejezetten a spice-ba találták ki, ami ugye már mint fogalom nem nagyon létezik. Ha lenne házunk, megint csak egy olyan avit dolog, ami eltűnt, hiszen a spice az egy külön helység volt, abban gyönyörűen bele lehetett rakni a befőtteket, a füstölt húsokat fölakasztgatni. Miért is? Azért, mert ezekkel kellett kihúzni a telet. Hát ez egy ilyen fűtetlen szellőző helység volt, igen. De manapság ez már nem értelmez. Jellemzően fűtetlen, de a nyári időszakban is hideg, tehát a lehető leghidegebb helyre volt rakva, és a zsíros bödön emiatt nem egy könnyen használható dolog, mert hideg kell neki, de nem frigider. Hiszen a zsírt utána az életbe ki nem vadászott belőle. Nem, az nem tesz jót neki, tehát akkor beikrásodik. Igazából nem a legjobb ötlet a zsíros bödön, mert hogy ha meg normál szobahőmérsékleten tartasz zsírt, akkor a legkisebb szennyeződés kinyírja meg a vasodik. Ha már kiveszett helységekről beszélünk, kiveszett konyhai helység, vagy konyhai terméktároló helység a verem. Az megvan? Az nagyon kiveszett, igen. Mondjuk én társasházban lakom, tehát itt eleve nem volt ilyen. Ó, dehogy nem. A légópincében jellemzően voltak homokos tárolóedények, amiben elvermelték a krumplit és a répát. Sötétnek kellett lennie, hűvösnek, lehetőleg nem túl nedvesnek, de... Azt a nagypapám csinálta rendes ládában. Én erre emlékszem, hogy csinálta. A pincében gondolom. Így. Most, hogy mondod, nekem is eszembe jutott valamelyik évben, hogy majd reprodukálom. Ugyanis ez volt az, amivel tudtad biztosítani azt, hogy hát ugye szupermarketbe lemenni krumpliért az nem egy működő dolog volt, hiszen annak idénye van. Az idény után nem volt, ezért el kellett rakni, hogy megmaradjon mondjuk a következő idény feléig, és ebbe mentek bele a gyökérzöldségek, a krumpli, esetleg cékla is, amit el tudtál tárolni, és át tudtad vészelni vele a telet. Uh-huh. Ugye? Igen. És ma ez is eltűnt, hiszen bemész a boltba, és megveszed a perui krumplit. Ez nem volt opció akkoriban. Viszont ha bemész a boltba, onnan eltűnt valami, amit épp a múltkor idéztem. Pult még megvan, ahogy kijössz a pénztártól, de mi volt régen mindig a pulton, ahol pakolni lehet csak? Természetesen a kávédarál. Az a nagy, sárga vagy kék, és elképesztően zajos cucc, mert mindenki csak babkávét tudott venni, és akkor oda, hogy mindenki beleöntötte a kis kávéját, fönt, az pont kibírta a kilósat a tartály, alulra betetted ugyanazt a zacskót, átzörgött rajta, becsomagoltad és hazavitted. Mi otthon daráltuk a kávét, mert nem voltak annyira jók ezek a gépek, és akkor sokkal frissebb volt. Hát nyilván.
Csak így ez szürreális, hogy visszagondolni, hogy is így csináltuk a boltban. Hozzátenném, előkerült a kávéderáló nem régiben nálunk. Újra tölthető kávékapszula ugyanis az pontosan ezt szereti. Nincs kedvem két naponta kávét darálni, ennyire már nem vagyok lelkes. Nekünk meg nincsen akkora kávéfogyasztásunk most. Volt egy másik, ami mondtam, hogy még egy helység, ami eltűnt. Igen. Megvan. Hát ahol egyetlen most vagyok. Cselédszoba. Dolgozószoba? Majd nem ugyanaz. A dolgozószoba a cselédszoba. Uh-huh. Az úri házaknál mindig ott volt a cseléd, és a cselédnek biztosítottak egy külön szobát. Tudom, mert én a cseléd lépcső mellett laktam a cselédszobában gyerekkoromban, mint hogy akkor is nagypolgáriban laktunk egy idő után. Ezek nekem ismerős fogalmak. Mint ahogy a cseléd lépcső is, ugye, már a kiveszett, hogy volt a fő lépcsőház, és volt egy jóval kisebb szerviz lépcsőház. Ebben az épületben is van, ahol most lakunk. És ehhez tartozó cselédhívó, elektromos cselédhívó gomb, nekem, uh-huh, nekem van még valahol a pincében, amit leszereltem a házban, amin be tudott az úr zörögni a cselédhez, nehogy már át kelljen kiabálni a ház másik oldal. És a pincébe csak a cseléd lépcsőn lehet lemenni, úgy van kialakítva a ház. A fő lépcsőházban nincs is lejárata a pincébe. Az úrnak nincs ott dolga. Így van. A másik egyébként a mi házunkban, az 5. emelet, ahol a régi lakásunk van, ahol egyébként most vagyok, ott az csak a 70-es években lett megcsinálva a lakószintnek, mert előtte mi volt ott? Mosókonyha szint. Egy teljes szint? Bőzony. De magasan volt a mosókonyha, hát ez hülyeség. Hát hogy vitték oda föl a vizet? Bödörben. Hát ez az. Ja, és ez csak valamikor a 68 körül lett kialakítva? Az tényleg a mosókonyhákat azért azokat lendre rakták régebben. Nem lehetett, mert az első volt az úri szint. Megvan, tudod miért volt fönt? Hm? Egyrészt azért, mert a szén az lent volt, ne piszkolódjanak a ruhák. Másrészt meg a padláson teregettek akkor, ha ne kelljen magasabbra egyszer, vinni. Egyszer-kétszer jártam a padlástérben nálunk, én itt biztos nem teregetnék, de lehet, hogy akkoriban még nem ott volt a padlás, mint most. Azt el tudom képzelni, hogy itt ez egybe volt nyitva, igen, vagy valami nagyobb tér volt, tehát lehet, hogy nem volt akkor a fejünk fölött. A padláshoz innen már egy plusz szint, hiszen akkor ugye ez nem egy lakószint volt. Lehet, hogy másképp nézett ki, és nem 2,75 volt a belmagasság. Jelzem, mennyire nagy polgári, ez az alacsony. Lenne az elsőn, ott ilyen 4 méter körüli belmagasság van. És szépen csökken ilyen 10-20 centinként minden szinten. Egyik unokatestvére még szép nagy polgári lakásban éltek, és náluk volt az, hogy mindig hozták a karácsonyfát, a nagy karácsonyfát, és mindig akkorát sikerült valahonnan Zalából beszerezniük, ami ennek a nagypolgárinak a tetején a plafont érte. Igen, gyerekkorom emléke, hogy apukám mindig rühelte a karácsonyt, mert ugyanígy ilyen 4-60 körülbelül magasságunk volt, vagy majdnem 5 méter. És anyukám is mindig megoldotta pont ugyanezt a feladatot, és ezek után apukámnak a nagy létre a tetején egyensúlyozva kellett valahogy fölállítani, és a csúszdűzt föltenni a fára. Nálunk a karácsony az egy ilyen bőszen szentségelős időszak volt. Meg azt a hatalmas mennyiségű díszt, amit el kellett rakni, meg fölpakolni egy ekkora fára, ami egyébként elviszi az egész szobát, mert az nem csak magas, de széles is. Bő 30 négyzetméteres szobánk volt ehhez a belmagassághoz, tehát hogy tök arányos volt az egész. Ja, és hát a karácsonyfadíszek azok nem műanyagból voltak, mint ma, hanem üvegből. Ilyen nagyon finomra fújt üvegből, és hát potyogtak nyilván. Szerintem nem is emlékszem olyan, hogy egy-kettő el nem tört le és felszedés, vagy leszedéskor, meg felrakáskor. Ez teljesen normál fogyóeszköz volt. Nem te ejtetted le, akkor csak az illesztője engedte el magát. Elpattant a sokadik fölrakásnál. Hú, és akkor mindig ez a finom üveg. Ez így visszagondolom, hogy iszonyú macera volt az egész. De milyen szépek azok. Nagyon szépek egyébként. Sétáltunk valahol a kisfiammal, és szembe jött az utcán valami, aminek a funkciója nem volt hirtelen tiszta a számára. Hát, elmondom, hogy néz ki, nem biztos. Úgy nagyjából olyan magas, mint ő, tehát ilyen félembernyi, és öntött vasból van, és kék színe van. Ilyen oszlopszerű? Aha, és van rajta egy nagy kallantyú. Meg van egy hosszú csőre. Így és van, annak és a tetején van valamilyen kiálló cucc. Igen, az csak azért, hogy le lehessen. Nem, annak van funkciója. Annak komoly funkciója van a kiálló cuccnak.
Jó, mondjuk el az egyszerű játékosoknak, hogy a közkútra gondoltunk, arra a csapra, ami egy ilyen egy hát karral nyomható, igen, a amire nyomós jellemzően kút. két kézzel támaszkodsz rá egy karral, és akkor innentől van szivatás, mert egyedül ugye nem tudsz belőle rendesen inni, mert a másik végén folyik a víz. Nem, jobb kézzel benyúlsz a csőr alá, bal kezet rá támasztod, és akkor jön belőle a ez egy víz. Macera. Tehát, úgy, hogy nem ázol rommá, ebből nehéz jól inni, mert ugye nem finoman rendszeres szabályozható. Túrázóként ezt. Így. Igen. Ja, igen. És jön a négy bárra, aki belőle a víz. Az. Igen, és így csapódik. De ennek a csőrének a tetején van az a kis kakasszerű kallantyú, annak az a funkciója. Az a sörnyító. Tehogy sörnyító. Minden sörnyító. Nem, hogyha a vödröt megtöltöd, akkor odaakasztod rá, és így nem megy le róla a vödörnek igen, a füle. Igen, hogy nem pattan le, igen, és hogyha 10 literes vödröt... Ez egy nagyon-nagyon hasznos. És utána, igen, egyébként, utána viszont az a nehezítés, hogy pont ez lesz útban, amikor a vödröt fel akarod emelni, hiszen a kezeddel két oldalt megfogni a vödörnek a fülét, ha teletöltötted a 10-10 pár liter vízzel, hát, az már jó móka. Elég sokszor csíptem be vele a kezemet. Hú, tényleg. Ez mondjuk csak nálunk itt a városban ritkult, meg vidéken még jócskán látni belőle. Meg egyébként azokat is sajnos felszámolták nagyon sok helyen. Már mert nincs ingyen víz. Korábban ez ugye kötelező volt minden településen, ahol nem volt teljes egészében megoldva a csatornázás és a víz hálózat. Mostanra ugye ez majdhogy nem mindenhol megoldódott. Nyilván azért vannak még olyan települések, ahol ezek élnek. Igen. De jártomba Keltemben belebotlok azért olyan eszközökbe, amik szintén megszűntek, eltűntek. Megint akkor próbálok egy leírást adni róla. Jó. Nagy, téglalap alakú hasáb, a tetején kis házikó, és... Mennyire nagy? Nagyjából derékmagasságban van felszerelve, és úgy váligér. Derékmagasságban felszerelve, váligér. Piros. Piros. Van az elején egy kis lefentyű fehér, amin van szám általában. Mi a szűz, Mária? Szóval... Várjál, elvesztettem a forralat. Derékmagasságban felszerelt kb. Váligér, piros, a tetején van valami házikó, tehát mondjuk hát ilyen sátortető forma. Kidudorodás, igen, igen. És a falra van szerelve. Falra, vagy valamilyen állványra. És van számok vannak az elején? Fehér kallantyú? Ilyen fehér zománcos kis táblában szokott lenni szám rajta. Ugye nálunk ilyen van a ház előtt. Létezik. Postaláda. De mikor láttál ilyet utoljára? Mondom, hogy van a ház előtt. De használatban. Én szoktam oda betobni levelet, én ilyen állat vagyok. Oké. Miattad kell fönntartani a postát, most már értem. Egyébként pont az a megfontolás, hogy ha már itt van, akkor használjuk. Csak ez nekem annyira nem kiveszett. Egyébként én vagyok az, akire a postás szokott nagyon furán nézni, mert ha elmegyek postára, most éppen nem vagyok képben, hogy mennyi a bélyeg, mármint, hogy hova mennyiért lehet levelet. Elviterre veszel bélyeget? Igen, de én még tavaly is vettem elviterre bélyeget, amit föl lehet nyolni. Nem jó ízű egyébként már nem, pont azért, mert... Nem az a klasszikus enyv van rajta? Nem, mert a könyvelőmnek küldtem levelet, ami nem ajánlott, nem térti vevényes, csak így levél-levél, havonta egy-egy oldal, amit így kipótlás-bepótlás, amit el kellett mindenképp küldeni, és azt dobáltam be ebbe rendszeresen 300 forintért, és akkor ez így elment. Akkor nem kellett elmennem postára, ez kéznél volt, odafele mindig megyek, mert szó szerint a kapu előtt van. Nagyon-nagyon praktikus, csak nem értem, hogy miért van. Rengeteg volt belőle, hiszen a posta az tényleg összekötötte az embereket, és kellett levelezni. A géppel írt leveleket ugye valahogy elküldeni, géppel megcímezni borítékot. Ma már tudok. Hú, jó, nem számítógéppel. Ja, az meg akkor ugye a borítékok mellett ott volt egy ívbélyeg, amikor otthon persze voltál, hogy föl tudjad bélyegezni, és akkor be tudod dobni. Nagyon sok postaládát felszámoltak, és az elején ugye az a kis fehér izé, amire rá szokták írni, az ürítés idejét. Igen, most egyébként már az is el van írva, hogy ez micsoda. Minden nap. Egyébként nálunk minden nap ürítik. Akkor az egy frekventált hely, mert... Az valószínűleg, igen, megkülön. De én még sose láttam a postást, teszem hozzá. Lehet, hogy ez csak így maradt. Múltkor pont feled mentünk arra, és akkor jött a postás. Igen, és nem, egyáltalán nem emlékszem rá. Igen, még mondtam is, hogy figyeld már, ez még él. Nem, van egyébként a környékünkön is egy, csak annyira nekem nem tűnik föl, csak amikor a gyerek rákérdez, hogy ez mi ez.
azért fura, hogy ez még létezik egyáltalán, mert a posta, mint tehát normál levelet már nem nagyon küldünk, olyat, amit nem akarsz valamiért regisztrálni. Vannak olyan szolgáltatások, amiket csak levél vagy papír útján lehet igénybe venni, mint földhivatal, vagy okmányügyintézés, vagy mit tudom én. Tehát vannak ezek a hivatalos ügyek, amiket csak úgy lehet intézni, okmányügyintézés pont nem jó ilyen szempontból, mert ott bemész. Igazából arra akartam kiukadni, hogy egy-egy ilyen szolgáltatást leszámítva, normális esetben nem küldesz semmit postán, mert vagy e-mailben elküldöd, vagy SMS-ben, vagy mit tudom, micsodában WhatsApp üzenetként, képpel, vagy megosztod Messengeren, tök mindegy, ezer másik csatornán. Ha nem dokumentumot akarsz küldeni, akkor tehát nem nagyon használod. A dokumentumot meg ajánlott értővevény elsőbségi, mit tudom, micsoda csilingelővel küldöd, mert arról meg ma már elvárod, hogy tud, hogy merre van, meg hogy megkapja az ember értelmezhető időn belül. Képeslapot küldesz hobbiból a városból, tehát hogy jó ilyen retrofunkciója biztos van. Hát már azt is nagyon, nagyon kevesen. Nekem van ilyen szokásom, hogy ha külföldön vagyok, akkor küldök képeslapot haza, csak azért, mert az vicces. Az igen, ez egy ilyen... Ezt most idén kihagyjuk. Igen. Max küldesz magadnak Pécsre. Hát még oda is nem tudom, mikor jutunk el, jó? Szóval mindegy, csak hogy így a postánál ez tök szíves, viszont azt meg nagyon várom, hogy mikor jutunk el oda, hogy a postán tudsz online fizetni, mondjuk mit tudom, bankkártyával, honlapon, és, az már megy. Ja, igen, az és úgy nyomtatsz egy borítékot, hogy rajta van a feladási bélyegző ja, is. Ja, ez... Jó, de szerintem ez rohadtul nincs messze egy ilyen QR kóddal. Hát csak már nincs igényre, hogy kialakítsák, hát hogy... tehát annyira sokba kerül ennek a rendszernek az összerakása. A lehetőség lenne rá, mert akkor használnám újra egyébként ahelyett, hogy bemegyek a postára. Ami még eszembe jutott, hogy ilyen eltűnő telekommunikációs eszköz, és amiből egyébként az egész adásunk indult, az a telefonfülke. Én tudok egyet, én tudok méghozzá egy különlegeset. Nemrégiben ugye a Balaton partján láttam a körzetbe leszerelt telefonfülkéknek a tárolóját, és akkor ugrott be, hogy hát ezek mennyire eltűntek. Bizony. A kártyás is, a telefonos is. Egyébként az aluljárókban még most is ott van egy mutatóban. De pénzbedobósok. Így van, de korábban ugye ez valószínűleg még most is törvénybe foglalt kötelezettsége volt a telekommunikációs szolgáltatóknak, hogy fenntartsák a vonalas telefonok szolgáltatása mellett a nyilvános telefonokat. Attól függően, hogy mekkora a szolgáltatási területük, nem tudom hány ezer lakosra egyet kellett biztosítani. Mm-hmm. Vagy most mondtam egy számod, de lehet, hogy stimmel. És ezért volt az, hogy bizonyos környékeken ilyen 15-20 telefonfülke állt egymás mellett, vagy pénzbedobós készülék, vagy kártyás készülék. Annak ellenére, hogy a kutya nem használta már akkor sem, csak még ott volt a törvény, ami miatt fenn kellett őket tartani. Most már nem kell, úgy tűnik, és elkezdték leszerelni őket. Van, a Boráros téren még mindig van egy, valamikor tavaly bögtem ki, amiben ugye az a fura, hogy az út közepén van, és mégis ki kell bökni, mert hozzászoktál, mert amióta én élek, az valószínűleg ott volt. Maximum közben kicserélték, de hogy az a telefonfülke az úgy létező tárgy. És amin igazán elcsodálkoztam, hogy az kártyás. Lehet még kártyákat kapni. Az, igen? Az megvan, amikor a gyereknek el kell magyarázni, hogy a telefonfülke az, ahol bemész telefonálni. Ez azért van akkor, apa, hogy bemegyek, és ott veszem elő a mobilt? Igen. Nem, ez azért van, hogy bemész, leemeled a kagylót, és tárcsázol. Mit csinálsz? Mit csinálok? Hát ez így itt maradt velünk. Azt neked mutattam, amikor két tinédzsernek odaadnak egy telefonszámot, hogy hívjátok föl? A tárcsázós. És egy tárcsás telefont? Igen. És konkrétan annyira ne... Tehát nekünk intuitíve ez megy. Nem vagyok benne biztos. Bocsánat, nem, rosszul mondom. Emlékszünk. Mi ezt tanultuk, hogy megy, és ezért nehéz megérteni, hogy ez miért nem működik nekik. Ők mondjuk, hogyha nem láttak régi sorozatokat, vagy valami, akkor fogalmuk nincs, hogy mi ez. Nem nyomogó, most tárcsás. És szegények ott próbálják nyomkodni a tárcsának a gombjait, biztos érintős, aztán rájönnek, hogy ez forog, tök jó, akkor el vannak vele, van 3 percük, hogy fölhívják a számot, vagy valami ilyesmi. Utána elkezdenek tárcsázni, de nem veszik föl a kagylót. Utána fölveszi a kagylót, akkor nem tudom, már ott szerencsétlenkednek vele, hát nem egy magától értetődő dolog. Nem. Ehhez képest utána a következő, amikor már gomnyomások voltak, az sokkal... Az jóval közelebb van a maihoz is, tehát ilyen szempontból azt már könnyű visszafejteni. Egy időben dolgoztam egy olyan helyen, ahol pontosan a telefonos csalások, fülkés csalásoknak a visszaszorításával foglalkozó szakember dolgozott. Akkor tudtam meg, hogy ezek a nyomorultak 80 kilót nyomnak, mert hogy páncélozottak, a pénzben dolgosak. Jó, mindjárt megy.
Tehát ezek a készülékek nagyon nehezek, mert hogy nehogy fel lehessen törni őket, és volt olyan csalási módszer, hogy a kártyás telefonokat, amikor leemelted, akkor le volt tiltva a nyomógomb. Egészen addig, amíg egységet nem érzékelt a kártyádon. Na most, akkoriban volt olyan kis Casio számológépes óra, amiben volt telefonkönyv funkció, várjál, és DTMF kódot tudott, tehát ezt a bip-bip-bip, ezt a Dual Tune Modulated Frequency egyébként. Ezeket a kódokat ki tudta adni magából, tehát effektív, te kiválasztottad az embert a telefonkönyvedből, oda tartott a mikrofonhoz, és megnyomtad a gombot, és otthon hirtelen fölhívta a haverodat. Ilyen készülékünk nekünk volt. De ez működött, igen, a DTMF kódok. Az otthoni hangpostánkat lehetett így lekérdezni. Így azt is, de mondom, ezek működtek a készülékekkel, mert hogy az eredeti gyártója azt hitte, hogy elég az, hogy ha én az egységet megkaptam, leolvastam, akkor fogom engedélyezni a DTMF-et, és addig meg a nyílt vonalon nyugodtan le. De ez úgy átment a központon, mint a szél egy ideig, és teljesen át kellett a szoftverét alakítani, meg a hardverét is a telefonoknak, hogy ne így működjenek, mert hülye gyerekek egységek nélkül simán tudtak telefonálni. Kreatív. Aztán voltak ennek még stációi, de az majd máskor. Ja, aztán persze ott volt még a mikrokazettás otthoni hangrögzítő. Üzenetrögzítőre gondolsz? Arra gondoltam, igen, üzenetrögzítő. Kimenő üzenette, de menők voltunk. És fax. Az van ma is. Telefax? A postán ma is, most szüntetik meg azt a telefax szolgáltatást, olvastam, hogy ez kivezetés alatt, de ami ennél meglepőbb számomra, hogy a távirat még mindig létezik. A távirat az egy kiváló dolog volt régen. Nincs ezzel semmi gond, de hogy még mindig létezik. Gyakorlatilag ugye a távirat, hogy azoknak, akik nem tudják, egy viszonylag rövid szöveges üzenet volt, amit be lehetett diktálni egyébként telefonon keresztül, nem lehetett ékezeteket benne, nem voltak írásjelek benne, és ez volt az, amit napon belül el tudtak juttatni a postások az ország másik végébe. De tényleg napon belül, tehát ez akkoriban egy hihetetlen gyors üzenetközlés volt. Mert ugye a normál posta az 2-3 napig tartott, hogy átmenjen az ország egyik végéből a másikba. A távirat az pedig eljutott a világ másik végébe egy napon belül. Távirat ilyen fogalma, a felhasználó távközlő hálózat vagy postai szolgáltató útján feladott szöveges közleménye, melyet a szolgáltató kézbesítés vagy távközlő végberendezés közvetítésével juttat el a címzethez. Szóval tudod, miről beszélünk. Ez a Magyar Telekomnak a leírása egyébként. Vannak a fajtái, állami, meg levéltávirat, meg közönséges, meg szolgálati értesítés, és akkor ebből voltak a sürgős, meg az ilyen mindenféle, hát ugye a gyásztávirat. A távirat kihordás, az emlékszem, hogy az volt a korabeli motoros futár. Igen, itt van. Vállalja a szolgáltató, hogy a táviratot a feladástól számított 6 órán belül, sürgősnél 4 órán belül, levéltávirat esetében 24 órán belül kézbesít. Bizony. Arra kell gondolni, hogy kiviszi a határba, tehát ott, ahol se telefonhálózat, se mobiltelefon adott esetben, de hát ugye tudjuk, hogy 100%-os lefedettség van minden. Nincs. Tehát, tudjuk, hogy nincs. Tudjuk, hogy nincs, de hát ott, ahol ilyen nincsen, oda is el tudja juttatni ezt a táviratot, és azért az egy nagyon nagy lehetőség volt abban az időben, ahol nem volt rendelkezésre álló fővonala, vagy telefonvonala egyáltalán senkinek. Hiszen egy csomó községben egy vagy maximum 2 telefonvonalat húztak ki, az összes többi ember az nem volt elérhető. Levélen kívül, mert ugye a levelet azt megkapta egy pár nap múlva. Itt a posta távirat díja. Közönséges szóval és állami távirat, hogyne. Első oldal és minden további oldal így van meghatározva. Mennyibe kerül az első oldal szerinted, akkor most nem szavakban, hanem oldalakban? Oldalakban. Egy közönséges táviratnál. 1200 forint. Nem rossz, nem rossz. Bruttó 3335 forint. Minden további oldal 370. Az egy kicsit sok. Felvétel postai szolgáltatóhelyen, kézbesítés elektronikus hírközlő berendezés útján. Az mit jelent, hogy beszkenneli és elküldi e-mailben? Beszkenneli, elküldi e-mailben, vagy olyan helyekre, ahol mondjuk nincsen odafaxon. No, akkor ez itt 795 forintos első oldal, és már csak 345 a több. Hát... Jó, hát ezek nagyon speciális esetek. Ennek már valószínűleg az infrastruktúra fenntartása kerül ennyibe. Vannak olyan helyek, ahova a mai napig máshogy nem tudsz eljuttatni üzenetet. 2020. január 1-től érvényes, hogy így érezd. Ez ma létezik. Azért kíváncsi lennék a használatő statisztikáira. Illetve egyáltalán ki tud erről. Erre tavaly olvastam egy cikket,
valahol, hogy még mindig van. Tavaly 35 ezer telegramot adtak föl a postarendszerén keresztül, naponta átlagosan 96-ot. Ez 2019-es cikk, tehát 2018-ban. Ez több, mint amire gondoltam. Azt hagyjam, de gondold meg a 3000 forintos darabára, ha mindegyik csak egy oldal. Valószínűleg ezt cégek között használják. Minek használnák cégek között? Ez egy biztosított küldemény. Azt hagyjam, de nem lehallgatható csatorna. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Ja. Fú, ez jó nosztalgikusra sikerült. Olyan, mintha ezek még mindig ki lennének az utcán, én hiszek benne, hogy nem változott egy csomó minden. Úgy se látjuk, nem jutunk ki. Neked ott a pinceted, minden nap találkozol velük, én meg csak simán el tudom képzelni, hogy tényleg ott van. Ez a rengeteg tárgy, amiről beszélünk a boltokban. A flopik. Az írógépek. Ósdi, kazetta lejátszók, minden. Egy kicsit kikapcsoltam, visszajutottam a múltba. Igen, reméljük a hallgatóinkat is tudtuk időutaztatni, illetve hát, hogyha valaki fiatalabb, akkor egy kis betekintést nyerhetett abban, hogy mi az, amivel már nem fog találkozni. A Wikipédia segít megfejteni, hogy mi micsoda. Ha valami nem lenne tiszta, akkor keressetek minket. Így van. Minden visszajelzésnek örülünk. Kövessetek, lájkoljatok, terjesszetek. Sereljetek, így van. Sziasztok! Sziasztok!